A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyszervező Bizottsága minden évben szakmai tanulmányutat szervez egy-egy régióban a városi főkertészeknek és a zsűri tagoknak. A mozgalom jubileumi 30. évében ezúttal Egerbe és Noszvajra látogatnak. A kétnapos kiránduláson mintegy 70-en vesznek részt az ország minden részéből. 1898-ban döntött az akkori képviselőtestület arról, hogy egy új városházát kellene építeni. A városháza dísztermében tartott fogadáson Farkas Attila alpolgármester az épület történetével ismertette meg a vendégeket. Ezután a város épített és természeti értékeiről hallhattak előadásokat a résztvevők. A főépítész úr mutatja be Egernek a fejlesztéseit, az elmúlt időszaknak a tapasztalatait, illetve hát én pedig a Egervárosnak a zöldet fenntartását, illetve a védett fákat mutatom be, majd ezt követi egy városi séta, ahol helyszínen is megnézzük azokat a természeti értékeket, amelyek Egerben találunk. Kacsó János főépítész előadásának első részében Eger közterületeinek rehabilitációjáról tartott előadást. A második témakör pedig egy a lakosság, illetve különböző lakossági beruházások által történt építkezéseknek a következményeiről, illetve a folyamatnak a kielemzéséről fog szólni. És ez már kapcsolódni fog ahhoz, hogy a főépítészi csoport milyen javaslatokat tesz az újonnan készülő településtervben, amit most fog tárgyalni a közgyűlés. Az eseményen elhangzott, idén azért választották Egert úti célként, mert a város kezdetektől részt vesz a versenyen, és számos díjjal büszkélkedhet. A tanulmányútnak célja volt. Megismerjék, hogy ebben a régióban melyik az a település, amelyik nagyon sok eredményt tud felmutatni a Virágos Magyarország versenyen belül, tehát szépek a közterületei, van megfelelő zöldfelületi programja, szép parkjai, kertjei vannak, a lakosság aktív a virágosításban, vannak aktív civil szervezetek, akik részt vesznek környezetvédelmi programban vagy virágosításban. Ez nagyon fontos, hogy a különböző régióból érkező zsűritagjaink ezt lássák, hogy itt ebben a régióban mi az, ami jó gyakorlat. Hozzátette, idén a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre 384 település nevezett. A zsűrizést már a nyár folyamán elvégezték, a díjkiosztó pedig november végére várható. A program részeként a résztvevők Eger nevezetességei mellett megnézték a termálfürdő területén található Európa évfáját, a 275 éves platánt, valamint a tavalyi év fasoradíjat elnyert gesztenyefasort is az érsekkertben.